nyilvánosabban játszottak a második félidőben. Vasas. A Tatabánya hihetetlenül felpörgött, ugye meg is jegyeztem 2-2-n, hogy szemlátomás nekik ez nem elég, ez a 2-2. Most közben ráléptek Tóth Zoltán combjára, a bal belső combját fájlalja Tóth. Ezért kell hívni a segítséget. És akkor Márkusra visszatérve, szóval a Vasasban kezdte a pályafutását, aztán játszott a Ferencvár.